Na, sziasztok! Ma autót fogunk választani, hogy melyik autóval menjünk el holnap a klubtúrára. Ugye szerencsémre van mindenféle autó, amit lehet választani. A kisfiam mondta, hogy inkább menjünk a versenytrabanttal. Úgyhogy a versenytrabantot már nem indítottam be, vagy 5 hónapja, vagy nem tudom mennyi ideje, de nagyon régen már. Nem is mentünk vele nagyon, úgyhogy most ez jó alkalom lesz, hogy egy kicsit elmenjünk vele, és megmozgassuk a elgémberedett kerekeit. Na, úgyhogy menjünk, aztán keressük meg. Szerencsémre a buszokon és a pick-upokon kívül mindegyik jármű bent tud aludni, kivéve a Lizit, hát ez egy félig bent van, mert ezt mindig használjuk, ugye azzal megyek minden nap ide-oda. Úgyhogy most bemegyünk itt a pajtába, az ajtónyitás után. Elénk tárul a gyönyörű barkasz. Még mindig eredeti, kifakult színe van, kissé le van szarva, de nem baj. Úgyhogy azt kihámoztuk, akkor itt a buborékból feltámasztjuk a kővári barna híres versenyautó vezető volt trabantját. Tesla segít nekem, itt liheg, de most minden esetre először beindítjuk a barkaszt. Hát feltéve, ha beindul. Úgyhogy ne nézzük, mi történik. Na most, hogy kihámoztuk a nagyszerű autót, megnézzük, hogy be van-e kötve az aksi. Hát az aksi be van kötve. Jó kis poros itt minden, már nem ment már nagyon régóta, úgyhogy... Na nézzük meg, elindul-e. Na akkor megnézzük, bekapcsoltuk a üzemanyagellátást, üresbe van. Ez is be van, ezzel lehet kikapcsolni az áramot. Gyújtás, és ugye ez már itt nem tudom mióta nem ment, talán 5 hónapja. Ilyen nincs. Nincs is sok a szivató rajta, de majd csak kitisztul. Nagyon szép. Ez a kis szépség, itt ücsörög a zöld fűbe. De aztán kijött az autó szépen onnan. Angolul ezt úgy fogalmaznék, hogy ez egy oxymoron, tehát egy ilyen lehetetlen képződmény, tehát egy Trabant versenyautó, ez igazából így egy lehetetlen szó. De ha megnézitek, akkor itt van. Úgyhogy mindjárt lemosom szépen, lemosom a bogarakat róla, meg egy kicsit itt-ott, meg föltöltöm benzinnel, ugye repülőbenzin keverek a szintetikus olajjal, és aztán akkor kész lesz, azt mehetünk holnap. Na itt az ideje, hogy elinduljunk. Nézzük meg, hogy mit csinál ez a sárga gyönyör. Thank you.
autópályán nagyon kell vigyázni, kétütemű motorral nem szabad túl gyorsan menni. Én itt épp, hogy megyek vele 95-tel, pedig ám ez a mutató, amit eltűnik és elmegy a harmadik lámpa mögött. Ez olyat megy ez a trabi, de én nagyon próbálok rá vigyázni, úgyhogy nem csinálunk ilyet. A legjobb kaszról olaj van benne, repülőbenzinnel, úgyhogy nincs detonáció már, ugye a kompresszió föl van húzva rajta, és nagyon-nagyon vigyázunk rá, hogy ne menjünk túl gyorsan vele az autópályán. Kicsit rövid szakaszokon lehet vele gyorsabban menni, de nagyon hosszan, egyfolytában folyamatosan nem illik. Majd érkezünk az autós túra kiinduló pontjához. Előttünk már egy nagyon szép Porsche ott van, és a többiek már nagy részük már itt vannak. Ezt a klubot nagyon szeretem, mert formalitás semmi, mindenki azzal jön, amivel akar, amilyen van. Ha van Porsche-ed, azzal jössz, ha van Corvette-ed, akkor azzal, vagy Volkswagen-el, vagy Trabant-tal. Tehát igazából tök mindegy, hogy mivel jössz, csak ugye akik ennyire érdekel a vezetés, azoknak mindig van valami szép autójuk, mint például ez a Porsche, vagy például a többi autó. Minden ilyen vezetés, tehát egy hónapban egyszer elmegyünk vezetni, meg egyszer elmegyünk egy kajáldába kajálni, és aztán ennyi. És karácsonykor van egy kis karácsonyi összejövetel, de különben ennyi. És minden hónapban másik klubtag csinálja ezt az itinert a vezetéshez. Ugye általában kell, hogy legyen egy vezető, aki vezeti az autót, meg egy navigátor mellette, és akkor ez írnak ilyen utasításokat, hogy mikor, hol, merre kell menni, és akkor utána azokat követve ugye megyünk, és aztán eltévedünk, vagy nem. Tehát nincsen semmilyen fontos, tehát nem olyan, mint amikor a Balatonon a veterán autók mennek, és akkor tized másodpercre mérik, meg kapuk vannak, meg minden, semmi, csak éppen mutatják, hogy merre menjünk. Mérföldekben van megadva a itiner, és akkor utána van ilyen, a kisfiamnak van a telefonján egy ilyen távolságmérője, és akkor azt nézzük, azt úgy csalunk. Tehát nem csalás, hát mindenki azt csinálja. Szóval ez inkább csak egy túra az autó szeretőknek. Hát nézd meg a Trabant és a Pagoda Merci között, mekkora különbség van, ugye nagyjából a körül ugye jöttek ki ezek az autók, ugye Kelet- és Nyugat-Németországba. Ez a klubvezetőnk, aki a dél-török, aki egy a édesapja Székelyföldről való, pontosabban nagypapája Székelyföldről való, és már ugye a dél is egy idősebb korban van. De először ugye csak angol autók jöhettek, és aztán kinyitották, hogy bármilyen autók jöhetnek, úgyhogy most már ezért is jöhet ez a gyönyörű Mercedes, hát ilyen gyönyörű légy, zöld színe van, abszolút tetszik. De akármivel, tényleg akármivel jöhettek. Először mindenkit körbeszaglászta a másik autóját, ugye a Trabit is körbeszaglázták, csak addigra már kikapcsoltam a motorját, úgyhogy annyira nem szaglott. Ennek a Volkswagen tulajdonosnak van egy nagyon jó kis Alfa Romeo, de még mindig szenved vele, mert nem akar működni, úgyhogy most ezzel a Volkswagen eljött helyette, de nem baj. És mindenkinek más autója van, egy kis beszélgetés van, aztán van egy ilyen vezető összejövetel, és akkor elmondják a részleteit a túrának. És akkor hát ezt a Aston Martin meg két hölgy vezeti, hát erre varjatok gombot. És aztán utána elindulunk, először szoktak mindig a gyorsabb autók menni, angolul úgy hívják, hogy more spirited drivers, tehát nem tudom, hát a gyorsabbak. És akkor utána, aki meg csak camogni akar, az meg jön utána. Úgyhogy nézd meg ezt a gyönyörű Triumphot, nem is hiszem el, hogy ez itt van. Ezek mindig elromlanak garantáltan. Akinek ismertem ilyen autóját, ez mindenkinek elromlik. De mondom, most már nem nagyon hisztek nekem a PT Cruiser után, mert az is úgy kiderült, hogy Európában egy nagyon jó autó, itt meg mindig elromlanak, de ez igazából ez az angol autóiparnak egy, hát nem mondhatni, hogy remeke. Igen. Ez a kis gyönyörű MG is gyönyörű, szép, ezt most újították föl. Amikor a Covid volt, akkor nem volt mit csinálniuk ennek a házaspárnak, és egyszerűen szétszették és megcsinálták. Gyönyörű szép lett ez is. Ennek is sajnos ismerem minden csavarját már. Úgyhogy megpróbáljuk megelőzni a mezőnyt, és elindulni valahol, találunk egy helyet, ahol félre tudunk állni, és föl tudom venni a hangját, ahogy ezek az autók elgyorsulnak mellettünk. Úgyhogy most itt van a vezetők meetingje, kezdenek összegyűlni, és aztán megyünk. Hát itt kinyitották a motorháztetőt, remélem, nem azért, mert el van romolva, ugye ennek az esélye megvan. Egy alumínium V8-as motor van belepréselve ebbe a szerencsétlenbe. Úgyhogy, ja, angol technika. Na, úgyhogy itt van a belső is gyönyörű. Itt van a tessék a meeting, a driver's meeting, és akkor mi itten kisúranunk mindjárt a Trabanttal, és megpróbáljuk megelőzni ezt a sok Porsche-t, meg Aston Martin-t, meg mindent, hogy
föl tudjon venni a hangját nektek, úgyhogy adunk a kis Trabinak, hadd menjen. We're going straight. At 5.4.
általában a túrán, félúton mindig van egy megálló. Ebben az esetben megálltunk a Bluegrass Scenic Railroadnál, ami egy veterán vonatokat bemutató kis helység, amit önkéntesek visznek, és ők a szabadidejükbe újítgatják ezeket a vonatokat, mozdonyokat, kiállítási tárgyakat. Nagyon hasonlít ahhoz a srácokhoz, akiket megismertünk Kemencén, a Kemencei Kisvasút Parkban. Csak itt ugye nagy vonatokkal játszadoznak, nem a keskeny nyomtávú, de nincs is nekik a gőzmozdonyuk ám olyan gyönyörű, mint amit ott Kemencén láttunk. Itt van egy-két ilyen kiállított vagon, ez igazából el is mennek egy túrára, be lehet fizetni, és akkor elvisznek egy kis kalandozásra, ugyanúgy, mint Kemencén, de hát nincs olyan hangulata, mint ott azok nyitott kocsik, ugye a gőzmozdony jön, és megy az erdőbe, és minden, ez teljesen más itt, úgyhogy ezek inkább ilyen megmaradt a dolgok. Látszik itt a fűtőtestben, ez a kabusz, ez a fékező autó, fékező vagon hátuljába tették mindig, és ott kinéztek, és ezzel fékezték a szerelvényt a leghátuljáról. Itt látszik, ezzel mennek el, ezzel a vonattal, itt be lehet nézni egy kicsit, egész szépen meg van csinálva, és aztán ezzel elviszik a népet egy körre. Itt pedig be lehet menni ide az egyikbe, és itt csináltak egy kis múzeumot. Én sokat vonatoztam igazából a nyugati pályaudvarról Szegedre, Kecskeméten keresztül, úgyhogy az megmaradt bennem, mikor mentem a nagyszülémet meglátogatni már egész korán. Na itt van egy ilyen modellvasút, amit azt hiszem, hogyha megnyomok valamit, akkor elkezd menni tőle, és aztán még vannak más dolgok is kiállítva, ugye, amiket összegyűjtöttek az évek során. Itt láthatok egy képet a szabadságharcról, ebben most nem menjünk bele, mert ezt nagyon ki lehetne részletezni, de akkor ilyen több órás videóval se fejeznénk be a történetet. Igazából nagyon sok szabadságharci csatamező van itt a környékünkön, majd lehet, hogy egyszer elmegyünk oda, aztán akkor beszélünk erről is. De inkább itt csak vonatozzunk, ugye itt látszanak a gőzösök, meg mindenféle kép, amit kiraktak. Gondoltam a vonat szerelmesei majd tetszik, vagy vonat szerelmesenek meg tetszik ez. Na, itt beindítottam ezt a kis mozdonyt, volt egy gombot az oldalán, ezt megnyomtam, aztán elindult. De aztán van még egy másik múzeum is, ami a megyvagomban van, hanem bent van egy ilyen szobában nagyon szépen, úgyhogy menjünk is oda. Itt még láthatjuk kívülről ezeket a vagonokat, ahol ez a kis múzeum rész volt, de itt láttam valamit, ami nagyon tetszett. Na, ez az Airstream Camper, ez nekem aztán mindent visz. De ez úgy megvan csinálva, mint Magyarországon az a barkasz, amiből lehet italt venni. Aztán lehet kölcsönözni ezeket a bicikliket, amivel a vonat sinen lehet menni. Ez is nagyon élvezetes dolog, amikor nincsen ilyen baromi meleg. Úgy néz ki, hogy vettek egy pár újat. Na és aztán itt van bent ez a múzeum, amit akartam nektek mutatni. Ugye ott fönt föl van építve egy nagy híd, és aztán itt vannak régi porcelánok, ugye akkor még tudták, hogyan kell igazából nagyon szépen enni, ilyen nagyon szépen fölöltözve a vagonokba, ahogy ment az egész. És itt vannak mindenféle összegyűjtött relikviák, mint nekem a Man Cave-be, csak ugye ez a vonatosoknak a mekkája itt, ugye. Ez egy, gondolom, egy gőzösről van, és tényleg elnézést a vonat szerelmeseitől, én itt próbálom ezt megmutatni nektek, nem megmondani nektek, hogy mit láttok. Úgyhogy ha valami érdekeset láttok, írjátok meg, tényleg érdekel. Úgyhogy én csak itt halandzsázok nektek, hogy ne legyen halk a felvétel, de itt rettentő sok dolog van, ami, mint például ez a távirászi a pózna ott, ugye, meg a távíró hely. Ugye a távíróknak volt a vonatokat, amikor vitték, akkor kellett kommunikálni az egyes állomások között, főleg, hogyha csak egy vágány volt. És akkor ott jöttek a távírászok, ugye, hogy a távíróval a vonat mentén fölépítették a kábeleket. Aztán később ugye a telefon lett, és telefont kivált tőlük a vonatoktól, és társas telefontársaságok lettek, ugye. Úgyhogy ez a történet. Itt van egy váltó, kezelő a cucc, amivel lehet váltani, és akkor ott van egy videó képernyő, amin ez igazából föl is volt véve, úgyhogy lehet vele játszani. Na, nekem is van egy ilyen szép írógépem egyébként. Ugye nagyon nagy pénz volt ebbe a vonatozásba abban az időben, mert egy volt az egyetlen egy igazi lehetősége valakinek, hogy átmenjen az egyik feléről Amerikának a másikra. Régen nagy divat volt a dohányrágás, és ugye rágás után ilyen köpőcsészékbe köpték ki. Nekem is volt egy ilyen, csak a ló összetörte a fene, egye meg. Na, itt megjött a gyorsabb autómezőny, és átvették ezt a kis parkolót, és egy hirtelen karsót csináltak itt nekünk, úgyhogy lehet nézni ezeket a gyönyörűségeket, sajnos épp hallani nem lehet, ugye mi előbb jöttünk, hogy halljuk, hogy jönnek be, de hát sajnos ide mentek be, nem pedig a következő parkolóba. Úgyhogy most itt megyünk vissza a másik parkolóba, itt van egy ilyen gyönyörű
a mozdony. Én szerintem ez egy dízel elektromos mozdony, de ne dobjatok rám követ, ha nem, de ha tudtok valamit, mondjatok el róla, de szegénykém eléggé sanyarú sorsra van ítélve itt kint, az, kint a mindenen. De nézd meg, milyen lánc van rajta, hogy ez mit húz, meg mit csinál az a láncot ezzel ez hihetetlen, nem tudom, hogy mit látok, úgyhogy csak látom, hogy valaki valamit nagyon, nagyon jól kitalált, és biztos, hogy sok éven keresztül működött. Na itt viszont tudom, hogy mit látok, ez egy 113-as Merci, más néven a Pagoda Mercedes, 63 és 71 között gyártották, ez az autó egy teljesen megmaradt autó eredeti mérfölddel, sajnos hozzáadtak azt a légkondit, nem tudom, hogy az gyári hozzáadás volt, vagy nem. Ezeket csinálták 230, 250 és 280-as motorral, ilyen multiport fuel injectorral, és tényleg ott látszik ez, amit itt látok benne, ez az eredeti mérföld. A bácsi egy másik öreg bácsitól vette, ez a bácsi is, mert alig bír járni, és azt mondta, el fogja adni. Benne vannak az eredeti szőnyegek. Ja, a csíknak a Merci, amit vette, a Szent Szobor, amit vettek, abba voltak ilyen szőnyegek eredetileg. Tehát még az is benne van valami iszonyat. Alumíniumból volt a legtöbb része, mint ez a téli tető. Ugye ezt, aki nem ismeri, ezt le lehet venni, ezt a kék részt, és akkor teljes kabrió el van dugva a ponyva tető alatta. Itt van ez a matrica rajta, hogy légkondi van benne. Én nem tudom, hogy ez tényleg igaz-e, hogy eredeti-e, vagy nem. A motorház tetője is, meg az ajtó borításai is alumíniumból készültek. Ez egy nagyon jó használható autó a mai napig. Nagyon tetszik ez is.
Az öreg autózásnak többféle formája van. Ugye van, aki gyűjteni szereti a rozsdás vasakat, és majd azt gondolja, hogy majd egyszer valamikor lehet, majd megcsinálja. Nekem is van ilyen projektem, én is bűnös vagyok, de én leginkább az ilyen dolgokat szeretem, amikor ilyen gyönyörű helyeken tudunk menni a kisfiammal, vagy a kislányommal, vagy a nagylányommal, és egyfolytában szép helyeken megyünk, és szép autók között megyünk, és olyan emberek között tudok lenni, akik tényleg ők is ugyanezt szeretik, és tényleg teljesen mindegy, hogy milyen autóval jöttél, az a lényeg, hogy itt vagy és mész, és hát mondjuk örülök, hogy a Trabi nem robban le, mert nagyon megbízható egy tárgy, de nagyon-nagyon tetszik az ilyesmi. Az is tetszik, amikor meg tudok javítani valamit, és sikerül, és működik, az is nagy örömet okoz, de valami oknál fogva ugye kell találnotok valami örömet az öreg autózásba, ha eladjátok a fejeteket. Teljesen tisztában vagyok azzal, hogy milyen nehézségekkel néz szembe egy magyar veterán autós mindenféle fronton, a benzin árától kezdve az átíráson keresztül, az OTZ-en át mindenféle dolog van, amivel meg kell küzdenetek, ezt teljesen értem. Én nekem nem az a célom ezzel az egész videózással, hogy azt mutassam, hogy itt mennyivel jobb. Itt tényleg igazából nem igazából jobb, itt más a dolog. Tehát itt mások a problémák, amiket itt nem nagyon szoktam mutatni, de azt szeretném, hogyha ki tudnátok kapcsolódni, és élvezni tudnátok ezt az egészet velem. Ez itt a cél. Na itt most beérünk egy kis településre. Itt látszik, hogy él az igazi Amerika. Itt a normális emberek, akik dolgoznak, és minden nap ugye 8 órát, azok ilyen helyen laknak. És ez egy normális kis falu, ahogy mondanám. Amikor még mindent itt Amerikában gyártották, ugye 80%-át az autóknak, a világ autóinak itt gyártották ugye a II. Világháború után, akkor nagyon-nagyon jól ment az élet. Valaki, aki dolgozott, az el tudta tartani a családját, az anyu otthon tudott maradni a gyerekekkel, és minden oké volt. Ez később megváltozott, később az anyukának is el kellett mennie dolgozni, és már nem volt annyi pénz, hogy az apuka csak el tudja tartani az egész család. Most pedig már olyan nagy bajok vannak, hogy mindenki a kreditkártyába menekül, mert egyszerűen már a ketten nem tudnak annyi pénzt csinálni, hogy megéljenek belőle. Úgyhogy nagyon-nagyon sokat változott a világ itt is. Ezen kívül rettentő sok az egészségügyi, az egészségügyi nagyon-nagyon sokba kerül. Ugye hatalmas pénzeket csinálnak a kórházak, és mindenféle egészségügyi intézmény, és mindenki attól retteg, hogy az orvoshoz el kell mennie, vagy csak nem megy el az orvoshoz, annyi az egész. Úgyhogy itt is vannak ám problémák, itt látod, hogy zöld a fű, de annyira nem zöld, mint amennyire az fényképen azt, vagy a tévében azt látni. Ugye látok én is néha ilyen kiadásokat, akik Floridában mutatják, hogy fú, milyen nagyon jó élni itt, meg így, meg úgy, és 80 laknak egy házba, és azt bérlik, és aztán teljesen nem igaz, amit mondanak. Úgyhogy nagyon kell vigyázni arra, hogy mire hallgattok, meg mit vesztek alapul, úgyhogy itt sem olyan teljesen rózsás az élet, mint ahogy az a képeken látszik első látásra. Most ne értsetek félre, nem szeretnék siránkozni, pedig siránkozhatnék, ha akarnék, de szerintem nagyon szépen összejött nekem itt az egész, de nem azért jött össze, mert Amerikába jöttem. Úgy, ahogy kezdődött az életem, nem is Amerikába jöttem, ott kezdődik, hanem egy Saipan nevű szigetre mentem, meg Tinian nevű szigetre mentem a csendes óceán közepén. De azt szeretném mondani, attól, hogy valaki ide jön Amerikába, attól még nem oldódik meg az összes problémája. Ez az, amit szeretném, ha megértenétek. Láttam nagyon sok olyan fiatalt vagy idősebbet, aki eljött ide, csak azért azt gondolta, majd itt jobb lesz, azt nem lett jobb. Tehát attól, hogy eljöttök ide, attól nem lesz se könnyebb, se jobb az életetek. Ezt szeretném csak ezzel elmondani. Nagyon sok olyan hangot hallok Európából, hogy mekkora a korrupció, hogyha azt gondoljátok, hogy ott nagy a korrupció, akkor még semmit sem láthatok ahhoz képest, ami itt megy. Úgyhogy azért szeretném, hogyha kihagynánk a politikát ezekből a műsorokból, mert igazából mindenki csak fölbosszantja magát, és nincsen semmi értelme. Ahelyett, hogy inkább az autókat néznénk, és néznénk ezeket a gyönyörű utakat, hogy a fák mennek mellettünk, ugye lehet, hogy mire ez az adás már kijön, már tél lesz, ugye akkor kint hideg van, milyen jó megnézni ezeket a szép utakat, meg ezeket az autókat. Úgyhogy azt szeretném, hogyha a műsorom felüdülést hozza nektek, nem pedig bosszúságot. Nekem ez a célom ezzel. Pénzt úgyse csinálok vele, mert amit ad a Google ezt a pár dollárt, tehát ez nevetséges összeg. De a lényeg az, hogy azt szeretném, hogyha tudnék nektek segíteni, kikapcsolódni.
Ugye sokszor kérdezitek, hogy itt mindenhol le van vágva a fű, és milyen szép zöld itt mindenhol minden. Hát azért, mert egyrészt nyár van, másrészt pedig azért, mert az emberek büszkék a területükre, és nyírják a saját füvüket, akármilyen nagy területük is van. Mi is nyírjuk a füvet, nekünk átlagban egy fűnyírás 16 órán keresztül történik, és néha lenyírjuk 14 óra alatt, attól függ, mennyit nőtt a fű. 3-4 hónap van, amikor nagyon kell nyírni a füvet, és aztán utána nyugi van. De azok az idők alatt az aztán írdatlanul nő minden. Itt Kentuckyban legfőképpen ilyen fák voltak, meg elég sűrű erdő volt, amit az emberek kiirtottak, mert ugyanis az egész Amerikát illegális tabakot tenyésztésre használták, vagy termesztésre kezdték. Tehát ugye az angol birodalomban nem volt legális a dohány, levél, magot tartani ugye az embereket, tehát az egyszerűen kivégzés járt érte, és valaki becsempészte a dohánylevelet, és elkezdték termeszteni ugye legfőképpen a következő államba, de aztán átjött ide, Virginiából átjött ide, Kentuckyba is a dohánytermesztés, és aztán ebből keletkezett a végül is illegális dohánytermesztésnek a profitjából kezdődött ez az egész Amerika Egyesült Államok. És itt volt az, ahol Kentuckyba, ahol a nagyjából a nagyja termett, mert itt rettentően jól terem a dohánylevél. Az összes cigaretta cégnek itt termesztették egy részét, ugye itt termesztették ebbe az államba, de aztán miután nem cigarettáznak annyian, mert rájöttek, hogy ez nem túl jó a szervezetnek, legtöbben nagyon sokan leszoktak róla, ezért lejjebb esett, és utána pedig elkezdtek lovakat tenyészteni, meg marhákat. Most már nagyon jó húst tenyésztenek itt, ugye, mert a szép zöld füvet eszik a marhák, nem pedig azt a tápszert, amit adnak nekik az ilyen nagy, hát régen ezt úgy hívták, hogy állami gazdaságok, vagy nem tudom. Ugye amikor kivágták a fákat, kivágták a bozótokat, hogy a dohánylevelet lehessen termeszteni, akkor általában elkezdték, ugye mindig találtak kis köveket, az egy eke fölhozta a követ, akkor azt rádobták a vagonra, és akkor azt végül is építettek belőlük kerítéseket. Nagyon jó kis bogárka itt volt. És építettek belőlük kerítéseket, innen jönnek ezek a kőkerítések, és általában nem raknak bele kötőanyagot, tehát nincsen benne cement, meg semmi malter, meg semmi, hanem csak úgy odarakják őket, és akkor úgy állnak a kőkerítések jobbra-balra, és aztán megmaradnak. Itt-ott leomlanak, akkor azt újra csinálják, ha neki megy egy autó, azt újra csinálják. De még most is van ilyen cég, aki ezzel foglalkozik, hogy kőkerítéseket épít az ilyen farmereknek. Na most akartam még mesélni egy kicsit a trabantozásról itt Amerikában. Nagyon érdekes, hogy az emberek nagyon pozitívan állnak hozzá. És egyszerűen három kategória van. Az egyik az se tudja, hogy mi ez, meg nem is látott még ilyet, nem is tudja, hogy mi ez. A másik az azt jelenti, hogy ő volt már Kelet-Németországban, de nem tudja, hogy mi ez. A harmadik kategória pedig pontosan tudja, hogy mi ez. Hogy honnét, azt nem tudom. And we're gonna be at the restaurant.
Kentuckyban ezek az utak, amin most megyünk, mert nagyon régen megvannak. Ugye itt a szekerekkel mentek, meg ökrös szekérrel, meg lovas szekérrel, és ezért nem kellett, hogy olyan széles legyen az út. Oda rakták a kerítéseket, fákat, fák oda nőttek, és aztán jött ugye az autózás, és akkor egyszerűen leaszfaltozták az összeset, nem csinálták szélesebbnek csak azokat az utakat, ahol nagy a forgalom, de minden utat nagyon szépen leaszfaltoztak, úgyhogy ez egy külön élmény itt Kentuckyba vezetni, mert félre kell húzódni, vigyázni kell, hogy ki jön szemből, és tényleg némelyik út igazán nagyon veszélyes a sok fa miatt, mert a fákat nem vágták ki, és oda nőttek az út szélére. De ugyanakkor ez egy nagyon-nagyon szép helyszínt biztosít az öreg autóknak, úgyhogy amikor én először voltam itt a Mac-mestert látogatni, ugye a Mac-mester ott Winchesterből, aki akkor megláttam ezeket az utakat, és mondta, hát nem hittem el, mondtam, hogy ezt az egész helyet nekem csinálták az öreg autóimmal. Nagyon szépen el lehet evickélni európai méretekbe, de amikor az embernek ilyen hatalmas cirkálója van, mint ez a kék Mercury, akkor ott a baj van. Úgyhogy vigyázni kell nagyon. De egy Trabanttal, Fiat Spiderrel, más normális méretű autóval nagyon szépen el lehet itt evickélni ezeken az utakon. Itt megérkeznek a többiek is. Némelyik ember ide jött hozzám, és nagyon sajnálom, hogy nem videóztam le. Azt mondták, hogy hú, éreztük a kasztról szagot. Ez egy igazi afrodíziák. Azt mondja, gyönyörű, olyan jó illata volt, hogy csak. De voltak nénik, akiknek nem tetszett. Azok mondták, hogy fú, milyen büdös volt, miért volt ez a büdös. És azt mondtam, hogy hát igen, a Trabant az egy kétütemű szerszám szerkezet, de pedig nagyon szép, nagyon finom, finom illatú kasztról olajat használok benne tényleg. Egy ilyen E-type-otok van, tényleg egy olyan néni kell bele, aki ilyen nagyon szépen tudja igazgatni a haját, amikor megérkeztek, mert nagyon jól néz ki benne. Úgyhogy de hát aztán itt van ez a gyönyörű Aston Martinnek, olyan hangja van, hogy csak, nagyon tetszett. És aztán nem robbant le, nagyon érdekes, hogy ez a úgy hívjuk, hogy door wedge, az a ajtó ék, Triumph, az nem robbant le, ez nagyon érdekes, még most is működik, úgyhogy itt jön a V8-as motorjában, mert majdnem minden henger működik. Aztán jön ez a gyönyörű pagoda merci, mind találnak egy helyet, ahol lehet parkolni, mert itt sajnos a parkoló tele lett. Magyarországon van egy iszonyatosan nagyon jó felszerelt műhely, ahol ezeket a pagoda merciket restaurálják a Mercedes számára. Valami eszméletlenül gyönyörű hely. Itt is jön. És aztán itt egy amerikai verziós Citroen SM, vagy SM magyarul. Hihetetlen, hogy ilyet is itt látni. Legutoljára Párizsban láttam a Retromobilon egy ilyet, európai kiadásban. Na itt a William, és aztán megyünk kajálni. Nagyon-nagyon elnézést kérek, a kajáról elfelejtettem csinálni videót, mert annyira nagy volt a nyüzsgés, hangzavar, a Williamet kellett beszélnem, másokkal beszéltünk, és mindenki a Trabant szagáról érdeklődött, pontosabban illatáról érdeklődött, ezért ezt nagyvonalúan kihagytam. Azt azért hozzá kell tenni, hogy ez nem egy mindennapos amerikai parkoló, amit itt látok, úgyhogy itt azért vannak érdekességek. Némelyik öregebb, némelyik újabb, nem számít, az a lényeg, hogy csak szeressetek vezetni meg kajálni, de nézd meg ott a kontraszt, a Trabant és egy amerikai pickup mellett, hogy mennyire nagy a különbség.
Na itt ez a gyönyörű kajáda, eleinte máshova akartunk menni, csak oda nem fért be ennyi ember, mert vajon több mint 80-an jelentkeztek erre a túrára most, ez a legnagyobb túránk. Nagyon jó kis bourbon kollekció, én nagyon szívesen innék, de nem szoktam inni egyébként általában, de főleg akkor nem, hogyha vezetek, de nagyon jó, hogy ezeket megnézni, tök jó az egész. És akkor még van itt egy kis sör is, hogyha ez a bácsi elmenne előlem, lehet kapni hideg sört is, és aztán itt ez a két néni próbál nem vitatkozni, ugye az egyik a kis felszolgáló néni, és aztán itt a klub, úgyhogy jó kaja volt. Nagyon jót ebédeltünk, nagyon jó társaság volt, ugye jókat beszélgettünk, akik ott mellettünk ültek, úgyhogy most itt az idei beindítsuk ezt a szűnyogkergetőt, és elinduljunk hazafelé. Nagyon szépen bírja és gyönyörűen működik egyébként a Trabi. Ezt a kisvárost úgy hívják, hogy Midway, látszik, hogy a vasút köré települt, ugye ez félúton van Lovo és a Lexington között, úgyhogy azért a Midway az azt jelenti, hogy hát középút, és nagyon szép kis belvárosa van egyébként a helynek, nagyon tetszik, úgyhogy most megyünk haza, próbálunk kis utakon menni. Ez a Ferrari jól elhúzott, félre kellett húzódnom, mert a William eltévesztette, hogy hol kellett elkanyarodnunk. Ez már a következő kisváros, ezt úgy hívják, hogy Georgetown. Itt nem messze ettől a kisvárostól van a Toyotának a amerikai gyártó üzeme. Úgyhogy ezért nagyon sok ember ott dolgozik, és ezért van munkája az embereknek, és nagyon szépen felújították ezt a kis belvárost. Itt is jártunk a klubbal egyébként nem túl régen. Thank you.
a kis Trabant nagyon szépen viselkedett, és nem volt megsértődve, megilletődve sem a sok nagy autó között, vagy pontosabban szép autó között. Ugye volt Porsche, meg Ferrari, meg mindenféle dolog, úgyhogy a papír Ferrari nagyon szépen viselkedett. Tényleg 5 hónapig állt az autó, és egyszerűen elővettem, és működik, és semmi baja nem volt. Tényleg az egész úton végigment szépen, mindenféle megállás nélkül. Úgyhogy nagyon, tényleg nagyon örülök neki, nagyon vigyázok rá, köszönöm szépen, Barna. Tényleg egy izgalmas autó, és akik ott voltak, ők is nagyon, nagyon díjazták, hogy milyen autóval jöttünk, és nekik is nagyon tetszett. Attól függetlenül, hogy Ferrarival, vagy Porsche-vel, vagy akármi mással jöttek, mindegyikük érdeklődött, és tetszett nekik. Némelyik résztvevő igazából tudta, hogy mit lát. Mert volt egy, akinek az egyik Aston Martinja volt, ő Angliában az üzemanyaghoz hozzáadandó olajat csinálta, amit a kelet-németeknél árultak. Úgyhogy mondta, hogy ismerte az összes Wartburg Trabant autót, mert azoknak csinálták az olajakat. És a kakasom is egyetért, úgyhogy itt kukorékol. Na, köszi, hogy megnéztétek, és aztán jövő pénteken megint jövök valamivel. Ugye az új rend, próbálok péntekre valamivel jönni, és akkor szombaton, ha van repülés, azt berakom, és akkor vasárnap, ha van szerelés, akkor azt is berakom. De a szombati, vasárnapi az nem feltétlenül mindig ott van, de a pénteki az mindig megmarad. Attól függően, hogy milyen programokat csinálok, vagy hol leszek, vagy hol vagyok. Na, köszi, hogy ezt is megnéztétek, írjatok, sziasztok!